Sziasztok, kedves percek, és elkezdtünk a legújabb Rodapestes videóhoz. Itt van velem András. Hello! És ebben a videóban a ti kérdéseitekre fogunk válaszolni, amiket a videóink alatt tettetek fel. Ne felejtsétek el megnézni a negyedik részt, ami már kim van, illetve vasárnap érkezik a következő rész majd délután. Szokásosan úgy fogjuk feltölteni, hogy eddig töltöttük fel, és premierben nézhetitek meg. Élőben kommenteltek, ahol mi is ott leszünk. Jó, gyorsan kapcsolsz amúgy. Most nagyon fit vagy, meg izé. Fit, itt, yeah. Első kérdés, amire szerintem te is tudsz válaszolni, hogy mikor lesz live? Mikor szoktak live-ok lenni? Minden vasárnap 5 órakor. Minden vasárnap 5 órakor rakjuk ki nektek az épp aktuális részt, premierben vetítjük le, és élőben tudtok velünk együtt kommentelni. Egyébként mostanában már, hát az elmúlt 3 részt hányan nézték élőben? 10 000. 10 000 néztétek velünk együtt, úgyhogy szépen köszönjük. Köszönjük szépen! Csongi miért van benne a Brodában? Ezt nagyon sokan kérdeztétek egyébként, Csongi miért is van a Brodapestben. Szerintem nem kell egyébként túl magyarázni. Nagyon sokan követitek és szeretitek Csongit, és ami nagyon nagy pluszpont, egy városból származunk, Csongi és Sepsiszentgyörgyi úgy, ahogy én. Mi nem ismertük egymást, csak látásból, és felvettük a kapcsolatot, és neki is tökre tetszett a dolog. Szerintem épp, hogy ettől lesz színes az egész sorozat, mert hát valójában a Csongi az nem olyan, mint mi, tehát teljesen, és nem úgy mondom, hogy rosszból. Nem rosszból, tehát nem a rossz ellentétünk, hanem teljesen más karakter, mint én vagy András. És szerintem ettől lesz színes az egész Brodapest. Olyan lesz, mint a középsuli? Oh. Vannak ilyen kérések is, igen. Reméljük, hogy nem lesz olyan, mint a középsuli. Már nem akarunk leszólni semmit, és senkit igazából, de nem egy olyan sorozatot tervezünk, mint a középsuli. Én annyit szeretnék ehhez még hozzáfűzni, hogy az első pár epizódot talán még láttam a középsúlyból még 2-3 év, vagy nem tudom mikor indult. Az én még sokkal úgy többet. Jó, oké. És most Bencék nemrég mutattak egyet, hogy mihez hasonlítanak minket, és én is akarom leszólni, de jó, inkább mondjuk azt, hogy nem nekünk készül. Tehát nagyon sokan szeretik, és az egyébként tök jó. Annyit tudunk mondani, tehát nem akarjuk itt lefikázni más sorozatát, nem nekünk készül az a sorozat. Ráadásul úgy, hogy még ismerőseink és barátaink is szerepelnek a sorozatban. Így van! Szóval fura. Így van. A Brodás szereplők elrontják Csongit? Ja, tényleg ezt is kérdeztétek nagyon sokan. Minden irányból igen. Nem rontjuk el Csongit egyébként. Tök jól alkalmazkodunk egymáshoz, és az, hogy más karakter, azért nem azt jelenti, hogy nincsen benne a csíny Csongiban, tehát pláne, hogy ő az, aki a forgatásokon legtöbbször megprenkeli a többi karaktert, vagy a többi szereplőt. Hát a Bálinak a telefonját már másodszorra. Nem, most te voltál most az. Én voltam. Tehát az első forgatáson, vagy befotózáson Csongi eldugta Bálinak a telefonját, és hát ő az, akiből egyébként egyáltalán nem néznéd ki az egészet, és Bálin nem is gyanakodott arra, hogy Csongi dugta el. És most meg te voltál az ezelőtti forgatáson. Igen, szóval nem akarjuk elrontani Csongit, Csongi tök jó fej. Tehát attól, hogy ő más karakter, tök jól passzolunk és tök jól színesíti a sorozatot. Olyan szépen beszélek ma, nem? Hát mondjuk én is egy kicsit. Na, mondjad, mit akarsz? Hogy én ugye nem is ismertem, meg szerintem Rebeka sem, meg Nem, a többiek nem ismerték, én vetettem fel az ötletet, hogy jöjjön, és egyébként tök jól sült el az egész, úgyhogy picit így nehezebben oldódott fel, de úgy gondolom egy ilyen egy-két nap vagy egy hét igen után már ilyen közelebb álltunk így mindannyian, és igen, így ez így tök jó volt. Szerintem is tök jó volt, mert folyamatosan egyre jobban megtaláltuk az összhangot, és így épült az egész. De egyébként a sorozaton is azt látom, igen, hogy a videón, vagy a képernyőn, vagy magában a sorozatban egyre jobban kommunikálunk egymás közt a kamera előtt. Tehát, hogyha megnézitek az első részt és a negyediket, vagy az ötödiket, ami vasárnap jön, akkor látni fogjátok, hogy amúgy egyre csak épül a színvonal, a képi világa, és az, hogy egymással beszélünk. De nem vagyok olyan cringe-ek. Nem. Mennyi idő volt felvenni a videót? Melyiket, a részeket vajon? Hát csak az a videó. Hát a részeket pár nap felvenni. Nem tudom, hogy erről így igazából tudunk-e többet mondani. Elég sok időnk van benne, és energiánk, de tetszik nekünk, hogy ez megfordul, és szeretik. Az ilyen mellékvideókat meg legyen egy fél nap mondjuk. Igen, tehát sőt annyi sem. Ja. Ezt felveszünk körülbelül egy óra alatt ezt a mellékvideót, vágásra kerül és akkor készen is van. Lesz baki válogatás? Én nagyon szeretném. Én is nagyon szeretném, mert de nem tudjuk, hogy megengedhetjük-e azt, mert De mehet, majd biztos mehet. Nem ígérünk semmit, mert ígérni nem szabad, mert hogyha nem tartod be, akkor nyilván nem tartottad be a szavad. De én nagyon szeretnék. Nem csak a részekből, de a mellékvideókból is. Tehát ugye
Azért vannak olyan momentumok. Csak sok sípolás lesz, vagy hangrahúzás, ez biztos. De vicces lesz a 100%. Azt tuti, tuti. Legyenek hosszabb részek, legyen több rész. Igen, írták azt is, hogy egy órás részek is minden nap. Igen, a kettő kedvenc dolgom nekem az egyik az, hogy amikor azt írjátok live-ba, hogy ti hogy tudtok írni, miközben tudod a Ferrari-t? Igen, mert ugye amikor a premierben vetítjük le, akkor mi kommentelünk, minden szereplő ott van a live alatt, és beszélünk arról, hogy éppen mi történik, reméljük, hogy tetszik nektek, írunk, stb. És hát megszokták. Sőt, most már mindegyik live alatt megkérdezik, hogy András, hogy ír, ha éppen gyújtja fel a konyhát? Ja a igen, meg azt, hogy megkérdezik, hogy remélem lesz még következő rész, vagy ilyenek, hogy igen. Be van jelentve, srácok, hogy mikor jön ki, mikor jön ez ki. Ez egy sorozat, folytatódni fog. És hogy legyenek hosszabbak, szerintem ez így pont jó. 20 perc egy rész körülbelül, igen. Attól függ, hogy mikor 18-20 perc. 18-20 perc egy rész, szerintem ez így tök rendben van, de amúgy századik résznél mi is majd egy 1 óra 16 perceset kirakunk. Várjál. Csak mi nem ordibálni fogunk 15 percig, hanem valamit csinálunk is. 10 órás. Mikor lesz egészben hallható a Broda zene? Ezt kérdezik. Készül. Az biztos. Iratkozzatok fel a csatornán, hogy elsőként tudjátok meg, hogy mikor fog kijönni, vagy halljátok róla. Igen, de készülőben van, úgyhogy reméljük, hogy várjátok. Kint van még a Molino? Hol a felirat? Találjátok ki, és azt is, hogy kint van-e. Aki lefényképezi, az nyer egy csoki. Ki alapította a Brodapestet? Alapvetően a Brodapestet azt én találtam ki, én vagyok az egyik ötletgazdája. Hát én voltam a legelső ötletgazdája, viszont hadd ragadjam itt meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a Brodapest team minden egyes tagja kellett ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni. Tehát ha már egy személy nem lett volna, annyira megvan mindenkinek a feladata, akkor már borult volna az egész, tehát nem hiába készült 2 évig. De nagyon örülök, hogy ez létre tudott jönni, és tényleg nekem ez egy nagyon nagy álmom volt, hogy a Brodapestet meg tudjam én is csinálni. Nagyon sok minden változott az idők során, nem minden úgy alakult, ahogy terveztem, és ezt nem rossz értelemben mondom, hogy hát ezt szerettem volna és nem valósult meg, hanem alakultak a dolgok és változtak a dolgok, de hát megalakult a Brodapest. Ja, és a címet, a nevet se én találtam ki. A Brodapest nevet azt nem én találtam ki, hanem magát így a konstrukcióját, formációt, stb. Mikor lesznek Brodapest termékek? Brodapest termékek, iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek be Instán, és elsőként fogtok róla értesülni. De már dolgozunk rajta az egészen. Nagyon szeretnénk, tehát hogyha lesz, és ha már készen lesz, akkor le nem fog rohadni rólam, feszítővasra se fogjátok levenni rólam, az biztos. Igen. De én mindent szeretnék. Én is, én egy kocsit is akarok. Az nem lesz, ezt előre gyorsan védjük ki. Lesz. Nem lesz, ne várjátok a Brodapest autót. Következő kérdés. Nincs összefüggés a részek között. De alapvetően ezt tényleg nagyon sokan írták, de van. Igen. Első részben szeretnénk egy irodát. Harmadik részben lesz egy irodánk, nem lett végül, mert hogy elcsesztem. De a második részben meg kócsolás van, a negyedik részben, mi van a negyedik részben, várjál? A Molinót rakjuk ki, ami az irodához kapcsolódik, ugyanúgy, ami az első és a harmadik részhez kapcsolódik. Az ötödik részben meg igen, egy kicsit kerekedett a szemem, hogy most elfordul, nem, mi történik, de vasárnap 5 óra, akkor megtudjátok a YouTube-on. És kapcsolódnak azok a részek, de azt ne felejtsük el, hogy ez egy sorozat, szóval ne várjátok azt, hogy 4 rész alatt itt mindenki alakuljon. Ezt akartam mondani, hogy minden sorozatban az első 5-10 részben megismerkednek az emberek a szereplőkkel, meg hogy, igen, meg, hogy milyen helyszínekkel, többi, igen. És aztán indulnak be a dolgok, szóval. Pontosan, tehát türelem, mindenre fény fog derülni, építkezni fognak a dolgok, és össze fognak itt kapcsolódni az események és a történetek, úgyhogy csak nyugi! Most nyugi. Még csak ismerkedünk. Nyugi! Következő nagyon vicces kérdés. És egyben utolsó is, akkor legyen az utolsó. Dominik és Karola kapcsolata. Na, mi van itt Dominika és Karola? Hát szerintem alakul valami. Szerintem is. Nem nagyon tudunk róla semmit az egész dologról. Van egy kis szikra. Én látom bennük a potenciát, azt tudom mondani, hogy valami lehet. De lehet, hogy az ötödik részben tőle. Hát nem tudom. Vagy lehet, hogy az ötödik részben Karola vele. Mi? Mert viccelek egyébként, imádunk mindenkit. Nem tudjuk, hogy mi van közöttük. De hát ha majd kibontakozik ez a képernyőn. Vagy épp, hogy fordulatot vesz. Lehet, hogy a képernyőn nem, de való életben igen. Lehet, hogy a való életben nem, de a képernyőn igen. Nem lehet tudni semmit. Lehet, hogy a való élet igazából a sorozat, és a sorozat, amit láttok, egy párhuzamos univerziónak az ellentétjének a hasonmása. Így van. Mert én mindent elhiszek, de nagyon szkeptikus vagyok. Igen. András 2K19. Igen. Hát ennyi lett volna ez a videó, reméljük, hogy tetszett nektek. Hogyha így van, nyomjatok el lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve Instagramra is, illetve vasárnap 5 órakor jön a
live-ban a következő rész, szóval nézzétek velünk, ott igen. leszünk, csetelünk. És legyünk többen, mint 10 000, mert eddig 10 700 volt a top, ahányan voltunk. Hogyha még lenne kérdésetek, nyilván tegyétek fel a komment részlegben, és jöhet majd a kérdezfelelek második rész, amit már nem biztos, hogy mi ketten fogunk csinálni, mert hogy lássátok, hogy folyamatosan váltakoznak itt a szereplők a mellékvideókban. De a kérdéseket várjuk, és találkozunk a következő videóban. Dezső Bence voltam, te pedig! Hello! András! Sziasztok!